Szép jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy igen, szép jó estét kívánok! Ezen a második előadásomon az avak témában, miről is lesz itt szó. Lesz szó újra a Száheli Nigeri utamról, több részletről. Kicsit szeretnék jobban belemenni a tenyésztői gondolataimba, összehasonlítva a intézményesült, tehát az FCI berkein belül lévő tenyésztés versus az őshazabeli afrikai felelhető az avak típussal kapcsolatos gondolataimban. Fogok egy csomó linket posztolni, és készültem más dolgokkal is. Ahogy beígértem, beharangoztam, elmesélem a legviccesebb élményemet a nigeri útról, és hát újra mutatom többször majd a kölyköket, akik Melecheolam R kölykök, akik vasárnap, vagy illetve szombaton lesznek 5 hetesek, meg is mutatom őket. És itt van a Inaya, az anya, és mellette Menedzsi, aki nem az apa. Magát, hogy te tudod, azért elmondom, hogy itt vannak ők a nappaliban, tehát nem valamiféle sufnibe vagy kennelbe vannak a kölykök, hanem itt vannak a lakásban, velem egy légtérben. Úgyhogy ezeket szeretném elmondani, és hát ismét számítok a kérdéseitekre, és hogyha már most felmerül benned egy kérdés, akkor ne fogd vissza magad, hanem itt a komment mezőben kérlek, hogy pötyögj be, és akkor igyekszem ezeket megválaszolni. Úgyhogy ilyenek vannak. Rögtön én is kezdem egy linkkel, hogy lássátok, hogy itt volt az első videó, aki esetleg most csatlakozik be először. Itt kellene egy esze. Ja, ezzel meg is. Úgyhogy igyekszem nem nagyon ismételni magam, azokat megtisztelve, akik végighallgattak legutóbb. És ismét azokat a fotómappáimat szeretném mutatni, a linket, ahol amit javaslok, hogy egy másik fülben nyiss meg, tehát mondjuk jobb egérrel megnyitás új mezőben, vagy új tabban, ezt javaslom, és akkor mellette fussd végig a képeket, és közben mellette mesélek. Na, és hát az első sztori, az, amit be is csapok a lecsóba, hogy a legviccesebb élményem a nigeri úton, az már, hát szerintem túl voltunk a felén, mert ekkor már kölykök voltak a sátramban, nem csak a sajátom, hanem hát azt hiszem, hogy összesen valami 9 vagy 10-11 kölyköt importáltunk Európába és Amerikába, és felváltva vigyáztunk rájuk, egy édes teher, ami azt jelenti, hogy hát azért éjjel ott a sátorban ők többször ugye becsinálnak, folyékony és szilárd halmazállapotban, meg visítanak, hiányzik az anyjuk, stb. Úgyhogy ezek mozgalmas éjszakák voltak, onnantól kezdve, hogy kölykeink voltak. Csak hogy ismét elmondjam a kontextust, hogy ott voltunk Nigerben, mint egy 10-14 napot, és sátorban két jeeppel róttuk a falvakat, és ahol találtunk megfelelő kölyköket, azokat bevettük. És a legmókásabb, legdöbbenetesebb élményem az volt, hogy szerintem ez már többedik éjjel lehetett, és hát már kialvatlan voltam, és fáradt, és így nem igazán volt, nem tudtam, hogy higgyek-e az érzékszerveimnek, mert hogy az történt, hogy ilyen félálomban, ilyen kumás fejjel
csukott szemmel is egyébként, de azt a nyitott szemmel is azt látom, hogy ilyen Szent János bogarak röpködnek a sátorban, a kölykök körül. És mondom, mi van? És mondom, a csukott szemmel is ez volt, és aztán meg arra gondoltam, hogy egy szikra van, hogy ott meggyullad éppen a sátor, de érted ezt ilyen hajnali 3-kor, amikor aludni szeretnél, de nem érted a jelenséget, és gondoltam tényleg Szent János bogára, meg szikrára, meg arra, hogy kontakthibás az elemlámpám, és az gurul valahol ott a sátorban, és az villódzik fel. És aztán, amikor szerintem ez már második, harmadik éjjel lehetett, amikor jobban oda néztem, és nézem, hogy basszus, a kölykökből jön ez a fény a farkunkból. És amennyire hülyén és őrülten hangzik ez most, annyira bután és őrülten éreztem én magam, és képzétek el, hogy 2 napon keresztül én nem mertem erről beszélni az expedíció társaimnak, hogy ott éjjel mit láttam, és 2 napig kotlottam ezen, hogy mi a fészkes fene történik, és aztán egy ilyen harmadik reggelen bátorságot merítettem, és van, hogy ja, by the way, az van, hogy ilyen fénycsovákat látok él a kölykök körül, és hogy segítsetek már megfejteni, hogy mi történik itt. És akkor Corinne mondta, azt hiszem, hogy a vezetőn Corinne Lönnquist, aki a GRDP Kennel, franciaországi Kennel tulajdonosa, aki szervezte ezt az expedíciót, most is meg az elmúlt években is, mondja, hogy annyira száraz a levegő, ott a félsivatagban, hogy ahogy a elektrostatikus energia keletkezik, ahogy a kölykök teste súrlódik ahhoz a műanyag sátoranyaghoz, hogy ott elektrostatikus kisülés történik, és konkrétan kis szikrák vannak, vagy ilyen elektrostatikus fényjelenségek. Úgyhogy nem én örültem meg, nem is kapott lángra a sátor, hanem ez a jelenség. De annyira mókás volt, hogy 2 napon keresztül nem mertem erről beszélni. És aztán ez a magyarázat, amit soha életemben nem tapasztaltam előtte. Egyébként mondták a társak, hogy ők már láttak ilyet életükben, tapasztaltak ilyet, nem Afrikában, hanem máshol. Hogy ilyen is volt. Az egyébként se előtte, se azóta ilyet nem tapasztaltam. A következő, amit akarok mutatni, azok a tárgyak, amelyeket vettem. Közben nézem a inaját, hogy ki akar-e menni, vagy mi lesz ebből. No. Kezdjem a leglátványosabbal. Ez egy nagy Touareg kard konkrétan. Próbálom úgy mutatni, hogy mindenne benne legyen. Úgyhogy ez nem kicsi. Nem fogom teljesen kinyitni, de hogy ez egy kard. És nagyon szép bőrműves mintázat van rajta. Ez egy kard. Ezt különbe kellett túlni, vagy valami megkilógott a bőrömből is, de hál' Istennek nem kellett ott hagyni, hanem lehetett hozni. Ez meg egy kisebb tőr, de szintén egy ilyen férfiasabb darab. És nagyon tetszett. Minden Touareg férfinak vagy fiatal embernek van ilyen kardja, meg tőrje. Remélem nem jelentettek itt Facebooknál. Úgyhogy ez is nagyon szép cirádák vannak benne, ilyen munkálatok a bőrben benne, tokban benne magában. Aztán van egy ilyen, szerintem ez egy ilyen illatszertartó, mert hogy ilyen csavaros a kiképzése, és egy ilyen, és lyukas, és
egyébként milyen bronzkorinak is tűnhet, de gyanús azért ez a csavarmenet, ez elég profinak tűnik, vagy modernebbnek tűnik, és hát a foglalat is benne nagyon szép, nagyon tetszik. Kicsit, mint a villői Vénusz, nem? Na, aztán van, ami nagyon érdekes. Ezt kitaláljátok-e, hogy mi? Ez egy rabszolga, tehát egy ember rabszolga csuklójára vagy bokájára való ilyen rögzítő, vagy ilyen, hogy mondjam, karabiner, amire aztán láncot tesznek. Én lesokkolódtam, amikor ezt megtudtam. Ennek is nagyon szép kimunkálásai vannak. Kettő darab van, és súlya is rendesen van. Elnézést, csak kicsit porosak, és orromat bántja. Nem van egy nagyon kedves, azt hiszem ez az utolsó darab, de több minden is van, és amit mutatok, az ez az utolsó, ez egy szövőmadár fészek. Kicsit összelapult, ez köbösebb eredetileg, de azzal viccelődtünk Korinékkal, hogy ez egy pénisztartó, de ez egy szövőmadár fészek. Tehát ez is. Úgyhogy hát, ahogy a tárgyak hangulatából elképzelhetitek, nagyon izgalmas, nagyon különleges, kulturálisan is gazdagító élmény volt. Megvettem még ilyen, hát azt nagyon sajnáltam, hogy nem vártam Agadezig, mert az ott elég messze volt, de ott volt a legtöbb, legszebb ezüstműves tuareg, nagy piac, és csak addigra elfogyott a pénzem, és nem tudtam ott már venni dolgokat, de az albumban, amit posztoltam, ott vannak fotók a ékszerekről is, meg mindenféle más dologról, amit lehet látni. Amiről szeretnék még beszélni, de közben gondolkozzatok, léci kérdéseken, és kommenteljetek be kérdést. Az a felfogás, vagy hogy is gondolkozom én erről, meg hogy még egyszer, hogy mi végre is mentem én, vagy mi a motivációm azzal, hogy az avakot importáltam a Szahár régióból. Ránézek a puskámra. Ja, igen. Hát talán azzal kezdeném, hogy ez nem egy azavak specifikus jelenség, amit látok az én kutyáimon is, meg a fotókon. Na, menj már onnan. Hogy az én kutyáim is egyszerűbbek, rövidebbek a lábai, nagyobb a fejük, tömzsibbek, vaskosabb a fejük, a farkuk, a szőrzetük. Hát ez nem egy azavak specifikus jelenség, hanem hogyha bármelyik közel-keleti, vagy mit tudom én, afgán, vagy tazi, vagy hirtelen akartam mondani. Szóval ezek a, nem, és nem csak agárfajta, hanem minden más kutyafajta, ami létezik egy tőlünk, vagy a nyugati tenyésztett, civilizált kutyatenyésztéstől távol eső populációk egyszerűbbek. Hát ez egy szitok szó igazából, tehát mihez képest, ugye? Mert hogy ez na, sok mindent akarok egyszerre mondani. De ezt akarom mondani, hogy az avak, az egy olyan kutyafajta, agárfajta, amelyik extrém módon az esztétikumáért szeretjük, vagy az ragadja meg az embert először. Hát ugye ízlése válogatja, hogy ezt szépnek látja-e valaki, ezt a test alkatot, de aki szépnek látja, az nagyon szépnek látja, így én is. És ugye agaraknál felmerül még a funkció, a vadászat, mert az első videóban beszéltem, hogy az elesik ebben a fajtában, mert hogy már évtizedek óta kipusztult a gazella a száhelővezetből,
nem igazán beszéltünk egy ilyen természetes szelekciós elvről, ami egyébként nagyon adná magát a agaraknál. Kevés, tehát ugye ez az a fajta csoport, az agarak, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt 20 évben millió ilyen vitába, érvelésbe vettem részt, meg hallgattam végig, és teljesen igaza van, akik ezt így gondolják, hogy a funkció határozza meg a fenotípust, a formát, a külalakot, és ez tök jó, csak az avaknál már nincs ez a fajta szelekciós elvadászat. Szóval, hogy marad az esztétikum, marad a külső. És tudom, hogy itt vannak emberek, az elmúlt hetekben is értek ilyen visszajelzések, vagy kritikák, hogy hát hogy nem annyira szépek, vagy konkrétan a szuka inajám, inaja szukám nem annyira szép, gracilis, mint az FCI, a törzskönyves állomány. Egyrészt köszönöm az információt, de nem mond ezzel senki újat, másrészt nekem is van szemem, értek is hozzá, tehát nem azt mondom, hogy én itt most a bokor alól előrántottam Afrikából a következő Crafts bajnokot, meg ilyen olyan sampiont. Az csak egy külön téma, hogy rühellem a kutyakiállításokat, mint koncepciót, tehát a filozófiát és a megvalósulást, de ettől még alávetném magam ennek a szelekciós elvnek, hogy megállja a helyét egy kutya több versenytárs között egy kiállításon. De ez is egy nagy téma, amiről lehetne beszélgetni, hogy mit tesz a só tenyésztés egyfajtával, hogyan torzítja el, lásd mondjuk angol agár, lásd afgán agár, sorolhatnám, és hát nem a javára szolgál egyik fajtának sem az, hogyha a kiállításra, a sóra, konkrétan a fotózhatóságra szelektálnak kutyákat, de mással még ki fogom láttani a bicskát, vagy ki fogom nyittatni a bicskát bizonyos hallgatók zsebébe, úgyhogy ezen a témán akkor most tovább is lendülnék, vagy még visszajövök ehhez, de hogy szóval mindez nézőpont kérdése, hogy mi a szép és mi a nem szép. Másrészt pedig, amiről viszont nagyon fontos beszélnem, amit csak ilyen két-három mondat erejéig érintettem az első videóban, az, hogy hogyan is alakult a fajtánál ez a bizonyos létszükséglet, egzisztenciális létszükséglet arra, hogy import kutyákat vonjanak be a tenyésztésbe. Van egy kitűnő cikke egy német tenyésztőnőnek, Gabriele Meissennek, a Tombuktus Kennel tulajdonosának. Amit most linkeltem be. Itt fotókkal illusztrálva, feketén-fehéren leírja, és igazából most az elkövetkező percekben gyakorlatilag szeretném tolmácsolni ezt a cikket magyarul, vagy belemenni részleteibe, hogy miről is van itt szó. Nevezetesen annyira betenyésztett volt, vagy hogyan is indult a fajta, 70-es években volt több vonal, vagy több gócpont, ahonnan elindult a tenyésztés, de az első, hogy ez egyik ilyen vonal, az öt darab kutya, nevezetesen egy szuka, ez a Toboro 2, és négy kan, akiknek a nevei ott vannak a cikkben, és szépen ez a szuka, Toboro 2, ő mind a négy kantól sorba lehozott négy almot, és aztán szépen ezeket a féltestvéreket is összetették, tehát ez már egy gyönyörű betenyésztességi százalékmutatót eredményez. Aztán volt a francia vonal, ami hét kutyából indult, amiből kettő szuka volt, ez se épp hogy csak több, mint ami egy kezem megszámolható, és aztán volt még a jugoszláv vonal, az még extrémebb, az egy szuka és kettő darab kan, a Lara, és a Gao és a Darkoje Sidi nevű kanokból indult, úgyhogy nem volt az se ritka, hogyha 40% volt a beltenyésztettségi
eljutható, ez a coefficient of inbreeding, amit minden egyes alomszületésnél vagy publikálásánál meg kell adnia egy tenyésztőnek, hogy hány százalék ez a COI vagy COI százalék. Úgyhogy ezek el lehet képzelni, hogy a 70-es években, és hogy mit eredményezett ez a fajta nagyon erős betenyésztettség. Említettem múltkor az epilepsziát, de nem csak erről volt szó, hanem anatómiai jelenségekről, tehát rendkívül szűk front, hogy hát talán láthatok már ilyen kutyát, aminek gyakorlatilag nincsen mellkasa, és a két könyökkel szinte kocog, és úgy ér össze, és úgy áll X-be a lába, hogy könyökből X, gyakorlatilag nincsen frontja, mint egy diszkoszhal. Aztán lerövidült bordák, vagy törékeny csontok, és valóban az epilepszia is több vonalban, vagy vonalakban megjelent. Aztán egy másik jelenség, ami a 90-es években volt legjellemzőbb, ezek a szuperfedező kanok, akik nagyon sok almot hoztak le, ezek a sztár kanok. Például ez a Kel Tarbanassan Firhun, aki 12 almot hozott le, ez mondjuk az avakba óriási szám. Tehát egy ilyen kicsi populációi fajtánál a 12 alomszám az óriási, de ilyen volt még a teljes testvérek, alomtestvérek, ez a Geffel és a Greybund Garde épé, aki egyébként a nevezett Karinland kis tenyészetéből származó, de nagyon látványos kanok, ők fejenként 10 almot produkáltak, és rengeteg. Úgyhogy ezek jelenségek hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon lecsökkent egyrészt a diverzitás, genetikai diverzitás, másrészt ilyen ősvesztesség lépett fel. De most szeretnék érinteni egy az avakos berkekben hát ilyen tényleg erős vitát, nevezetesen azzal próbálják ellehetetlíteni, vagy devalválni, diszkreditálni a hozzám, vagy a tenyésztőtársakhoz hasonló import törekvéseket, hogy hát az a régió, ahova mi mentünk, az nem is az avak, hanem hogy volt Maliba, Menakába, az az igazi kis medence, ahol ma anno évtizedekkel ezelőtt feleltvek voltak ezek a nagyon nemes kutyák, nagyon nemes azavakok, de most ezek már csak ilyen futottak még kategóriájú keverékek lennének, és van egy ilyen nyelvi háború is, vagy érvelés is, hogy ketté, vagy lehasítsák, vagy elhatárolják magukat ezektől a mostani importoktól, nevezetesen, ami egyébként igaz, mármint az, amit most mondani fogok, hogy a helyiek nem azavaknak hívják a saját fajtájukat, mert ez az avak az egy földrajzi hely, az azavak völgy, tehát onnan kapták a kutyák a fajta nevüket, mert ott találkoztak velük először a nyugatiak, de ez kb. Olyan, mint hogyha Magyarországon találnak egy kutya fajtát az Alföldön, és akkor elneveznék a fajtát Alföldnek, vagy Alföldinek, érthető, csak hülyesség. Szóval így beszélünk az avakról, tehát a helyiek, a saját tuaregek, a saját kutyáikat oszkának nevezik, illetve a másik megkülönböztető, ez az idininelli, ami a nemes ebet, nemes kutyát jelenti, és akkor az itt a ilyen pszichológiai hadviselés, vagy ilyen tényleg nyelvészeti háború, hogy azt mondja, azzal érve, hogy oszka az már nincs, hanem csak ez az idi kutya van. De most ez több sebből verzik ez az érvelés, nevezetesen, hogyha megnézitek a képeket, akár az Irnabumból, akár a korábban linkelt Corin Mönkvist korábbi albumokat, de még a 20 évvel ezelőtti fotókat is, elvitathatatlan, hogy van különbség, mondtam az elmúlt videóban is, hogy heterogén az állomány, különféle
megjelenésű kutyák vannak, vannak szebbek, és vannak kevésbé szépek, de hogy ez mind egy fajta jelleg, ez egy táj jellegű kutya fajta, amit jelent. Ott ugye nincsen FCI, meg semmiféle civilizált kutyatenyésztési szövetség, hanem ez egy táj jellegű fajta. Na most onnantól kezdve, hogyha valaki egy ilyen szigorú, vagy ilyen diszkriminál, továbbra is a szemlélőnél van az ítélet feladata, vagy döntése, hogy elmegy, és kinyitja a szemét, és eldönti, hogy az A kutya az a vak, a B kutya meg nem az a vak. Na most onnantól kezdve ez egy totálisan szubjektív döntési mechanizmus lesz, mert egyébként azok az emberek, akik tartják ezeket a kutyájukat, meg ugyanaz lesz a történet. Tehát oké, hogy vannak különböző népcsoportok, mint a Tuareg, a Fulani, a Pöl, a Hossa, akik nem ugyanazt művelik, meg nem ugyanazok, de azért, hogy alapvetően mégiscsak ugyanarról beszélünk. Tehát, hogy sátrakban élő, most az, hogy az marhabőr, mint a Tuaregeknél, vagy ilyen kupola sátor cirokból, mint a Pölé, az már igazán részletkérdés. Ott lesz mellettük egy kutya, és az a kutya az a vak lesz. Vagy felőlem nevezheti az a Oszkárnak, vagy Idini Nellinek. A lényegen nem fog változtatni. Aki nem vak, az meg fogja tudni ítélni, hogy az egyed, amit lát, az kifinomult-e, finom-e, agaras-e, de onnantól kezdve továbbra is, na, most már ismétlem magam, de szerintem remélem átjön az üzenet, hogy higgyük már el azoknak a szerencsétlen embereknek, akik állítják, hogy ez az ő kutyájuk. Most ez megint egy ilyen veszőparipám, hogy nekem például a magyar embernek, én abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy nekünk, magyaroknak van nemzeti kutyafajtánk, mármint, hogy több is, de hogy agárfajtánk, a magyar agár, és ez kb. Olyan, mint hogyha nekem Németországból magyarázná valaki nagy lendülettel, hogy mi az a magyar agár, magyar embernek nekem. Aki ráadásul tartottam is magyar agarat. Tehát az a fajta arrogancia és gőg, szavakkal nehezen leírható. És ez az, ami igazán problémás, azt gondolom, hogy itt hogy, tehát próbálom itt visszafogni magam, de azért van itt szenvedély, meg düh, hogy mondjuk ez a konkrétan ez a franciák, akik, hát van ez a vicc is, meg hát valahogy ez egy sztereotípia a franciákkal kapcsolatban, hogy szerintük az Isten is francia. Van ebben egy ilyen hódító kolonialista felsőbbrendűség, és konkrétan pofátlan arrogancia, amivel egy nyugati ember, vagy konkrétan francia fehér ember oda megy Afrikába, és megmondja a tutit. Tehát ez, én értem, hogy sok előnyt is hozott a gyarmatosítás azoknak az embereknek, akik gyarmatosítva lettek, tehát a civilizáció, meg az oktatás, meg az egészségügy, meg tattara, de azért basszus, szóval itt az önreflexiónak a hiánya az ordít és fájdalmas. No, de hogy miért mondom el ezeket? Azért, mert azt gondolom, hogy mégiscsak oda kellene visszamenni a forráshoz, hogyha tisztelünk egy kutyafajtát, egy agárfajtát, és el lehet menni az őshazába, ahol nem ilyen absztrakt, mesterséges, nyugatiasodott módon tartják ezeket a kutyákat, mint ahogy mondjuk mi tartjuk itt, vagy én például a fővárosban tartom Budapesten, kőházban, meg mit tudom én, pórást teszek a kutyámra, meg nyakörvet, tehát ezek ugye Afrikából nézve, ezek már ilyen absztrakciók. Szóval, hogyha létezik egy ilyen környezet, ami létrehozza ezeket az agarakat, ezeket az ebeket, akkor könyörgöm, legyen már bennünk ennyi alázat, hogy először azokat nézzük meg, és azokat kérdezzük meg, akik ott élnek, és ahol létrejönnek ezek az ebek. Van bennem nyilván egy,
egy ilyen, hogy mondjam, reakció, vagy egy ilyen védekező tendencia, mert problémásnak látom azt, amikor emberek itt elmagyarázzák nekem, hogy nem optimális a két import kutyám. Ezt mind érteni kell mögötte. Ezt mind érteni kell mögötte. A másik pedig, hogy kicsit tovább lendüljek, az az, hogy van egy kitűnő Facebook post komment folyam az Azavak nevű Facebook csoportban, amiben 207 komment van már, 3 éves ez a komment folyam, ahol pontosan azt vetette föl valaki, hogy posztoljanak meg képet és leírást. Bocsánat, azokról a kutyákról, akiknek az elmúlt 5 generációban van afrikai felmenője. És lehet, meg van is egy ilyen cikk, hogyha azt is megtalálom, azt is posztolom. Hogy jellemzően a második, tehát mondjuk az unokája az afrikai kutyáknak már felismeretetlenül gyönyörűen finomak. De hogyha az ember szerencsés, akkor már az első generáció is, minden lehetősége megvan arra, hogy a nyugati szemhez szokott az azavakokhoz képest is megállja a helyét, vagy adott esetben kiállításon nyertes legyen, ha valakinek ilyen ambíciója van. Úgyhogy mutatom is. Ezt a két linket. Ez 2 darab link, úgy kell nézni külön, remélem majd megjeleníti. Ez egy privát csoport, az Azavak csoport, akit érdekel, az csak pötyögje be, és akkor látszik. Tehát igen, ez először egyébként mind a kettő oda vezet, csak az első az a blogom, hogy az is ott legyen azért. És javaslom, hogy egy szabad fiórában nézegesse végig mindenki a kutyákat. De most ez a másik, na mindegy, ebben már nem megyek bele. A másik, ahol lehet keresni konkrétan az, hogy hány meg kik azok az afrikai import kutyák, azzal leginkább, ha van 2 darab törzskönyv archívum, de az újabbik, meg a jobbik az ez. Ez a link lesz. Ez a Breed Archive. És ott pedig a származási országnál 3 országot is végig kell listázni. Malit, Nigert és Burkina Faszót. És javaslom, ugye úgy az születésnél évtizedben lehet nézni. Tehát 2010 és 20 között, 2000 és 2010 között, tehát mondjuk egy 2000 és 2010 között született kutyának még van esélye, hogy él. Az elmúlt 10 évben kb. 30 kutya lett importálva, köztük 2 az általam importált Inoja és Menedzsi, akik MEOE FCI alatt fajta azonosságot és tenyészengedélyt kaptak. Úgyhogy akit érdekel, azt itt lehet ezeket még megnézni. Ja igen, ezt akartam még mutatni. Ez pedig egy szuper könyv, ami Strassner és Eiles még a 80-as években írták. Ez az ő akkori Mali import, Mali expedíciójuk. A többit nem mutatom meg szerzőjogok miatt, de ha valakinek szerencséje van, és netről meg lehet meg ugye rendelni, akkor tegye meg. Lepötyögem ezt is. Hosszabb a címe, de ennyiből meg fogja találni, aki akarja. Közben jött egy kérdés. Jó. Akkor erre tudok most válaszolni. Alexandra,
Azt szeretném kérdezni, hogy mi volt az oka a fajta váltásnak Magyaragyárból Azavakba. Több fajta is kavarok bennem, meg tehát a elméletben, vagy virtuálisan már millió fajtát tartottam, ténylegesen tartottam Magyaragyarat is, és Azavakot is, de szóval nem úgy volt az, hogy Magyaragyár csak, sőt, mondom, 99, vagy hát az első videóban mondtam el, hogy 99-ben találkoztam. Oké, már akkor is ismertem valóban a Magyaragyarat, de párhuzamosan nézegettem. Hát gondold el, 99-ben, meg 2000-ben azért mennyire volt felett az internet, hogy az ilyen féltéglat Nokia mobiltelefonok akkor jelentek meg, meg az óriási dolog volt, hogyha egy tenyésztőnek volt honlapja, és akkor én már lestem a... Egyébként Magyaragyár lestem a repülő és kuszolgó zombi kennelek honlapjait, vagy honlapját, meg az avaknál itt az előbb linkelt Gabriele Meissen, Tombuktus németországi kennelnek állati szép honlapja volt, nagyon igényes fotók voltak, meg hát nekem egy nagyon meghatározó irányvonal a Tombuktus style, azok a fajták, és hát van is bőségesen reprezentálva az alom kan, tehát a fedező kan vérvonalában Tombuktus kutya, illetve a annó David Moore, most már Daud Abdullah néven futó georgiai, amerikai azavak tenyésztő, akik egyébként mellesleg néhány hónapon keresztül együtt is éltek, csak aztán szétmentek, de egyébként nagyon hasonló gondolkoznak, és nagyon szép kutyája voltak, vannak Davidnek és Daudnak. És válaszoltam a kérdésre, valószínűleg nem. Figyelj, sok-sok fajta érdekel, de így ez is belefért, és azt sem mondom, hogy nem lesz többet magyaragara. Jó, megyek tovább. Ha már itt nevek elhangzottak, most biztos megütöm a bokám, mert ki fogok hagyni neveket, de azért csak, hogy elhangozzon, hogy az évtizedek során kik hoztak még nagyobb, nagy tenyésztők. Ez a Gerard Coppé-val kezdem, egyébként méltatlanul, mert noha a 80-as években ő hozott friss vért, de aztán vénségére megkattant az öreg, már elnézést, és ő volt a szószólója annak, hogy 2015-ben frissítették a francia azalak standardet, és ilyen teljesen agyament szigorításokat vezettek be, amelyekkel nem értek egyet, meg mondanom se kell, hogy azok nyésztők, tartók nem értenek egyet, akik mondjuk megmerültek ezekben az ős hazabeli azavakok élményében, vagy az egész narratívát magukévá tették. Tehát mondjuk ilyen piszicsári dolgokat ír elő az új standard, hogy a fehér jegyek az kevesebb lehet, meg jobban be van határolva. Tehát arról nem is beszélve, hogy tehát miközben ez a Gerard Coppé ilyen fehér jegyekről polemizál az új standardben, a valóság, a realitás meg az, hogy az őshazában van például fekete az avak, nem kevés, vagy vannak kabátosak, vagy vannak javarészt fehérek, barna foltokkal, vagy vörös foltokkal, van kék az avak egyébként. Most tegnap posztolt az egyik Korin egyik import kanya, végre csinált egy almat, és ott a szuka szült egy például egy kék kölyköt is, akinek például nem lesz egyenes útja só nyájtásokon bizonyára sajnos. Mert hát gyakoriak az ilyen homokszínek, tehát amit az én egyik kis kölyköm is, tehát a Rusán, aki még egyébként eladó, ő egy ilyen inkább arany. Egyébként hihet, neki van a leg, ne teszem, mert nem tudom, mennyire hallatszik, aztán megmutatom. Tehát a Rusennek van egy ilyen gyönyörű akaltekeló arany szín jellege, és neki van a legfinomabb szőr, egyébként mind a négy
négy kölyök az apja szőrminőségét örökölte, tehát nem örökölték az anyuknak sem a hosszabb fedőszőrét, sem az ajszőrzetét, úgyhogy szerencsére teljesen tip-top, nagyon szépek a kölykök. Meg is mutatom. Ott a messzebbik volt ugye az aranyos husám. Egyébként a más, tehát már csak kettő kölyök, kankölyök keres gazdát, a másik a Raoxos, aki az első szülött volt, és én azt mondom, hogy most ő a legszebb. Biztos nem szép ilyet mondani, de ő a legszebb, illetve ő az, aki leginkább az apja típusát örökítette, vagy örökölte, nagyobb, tehát ő is a nagyobbik. A Rusen egy kisebb, mokányabb, ilyen, de nagyon kis hercik kutya, nagyon szeretem. A Rusának is arany, ő a legnagyobb karakter, ő a bohóc, egy hihetetlen jópofa kis kutya, és eszméletlen őzike szemeket kölcsönöz neki ez a szín, meg a fekete kontúra szemek körül, meg a kis egyébként tűnő maszkja. Tehát az ornyerge tetejéig volt fekete maszk, de vonul vissza a fekete. De aki a Jamal-ra hasonlító kölyköt szeretne, annak a Rauxost melegen ajánlom. Aki meg egy hihetetlenül izgalmas karaktert szeretne, aki nem lesz kevésbé szép, az annak a Rusánt nagyon ajánlom. És aki már gazdás, az a Rachelen, ő megy Amerikába, nagyon bízom benne. És aki marad, ő a kis szukar, a Ravasilla. Ezt benézem, hogy jött-e még kérdés. Kérdezzetek. Igen, említettem ezt a standardet. Erről is egy kitűnő cikk született. Ezt is mutatom. Érdemes ezeket fontolgatni, mert ebben a legutóbb posztolt cikkben gyönyörűen mutatja, hogy az F1, F2 generáció mennyivel tényleg a szemnek is láthatóan elegánsabb, szebbek, mint a... Tehát egyszerűen mindig ez a történet, hogy az afrikai kutya az egy egyszerűbb darab lesz. Óriási szerencséje van, hogyha valaki belenyúl a jóba, mint mondjuk a Gavin Mayson tette, és egy ilyen tajtok, akkor tud hozni. Szerintem az egy nagyon szerencsés, ez egy szerencse kérdése is. Tehát ez a másik, amit szeretnék talán félreértéseket eloszlatni, hogy ezért ez nem úgy működött soha, és nálunk se úgy működött, hogy mi hátradőltünk ott Afrikába egy trónszéken, és ott hosszú sorokban mutatták volna a szebbnél szebb kölyköket, hanem ez mindig helyzete, tehát millió dolognak kellett ott passzolnia, hogy éppen olyan korú-e az a kölyök, tehát hogyha túl kicsi, akkor azért nem tudod elvinni, mert életbe kell tartani. Ha túl nagy, azért nem tudod elvinni, hiába gyönyörű. Tehát hogyha egy akár növendék állatot sem lehet már igazán elvinni, mert nem tudna. Tehát a szocializációja az nem tenni lehetővé azt, hogy a civilizált világban biztonságosan vagy jól működjön. Szóval egyrészt a kölyköknek a kora meghatározza azt, hogy kit lehet elvinni, aztán ott van a szerencsefaktor, hogy látod-e az anyakutyát éppen vagy nem. Tehát mondjuk attól még, hogy van a kölyköknek anyja, attól az nem biztos, hogy ott fog kóricálni mindig 3 méteres sugárban, hanem lehet, hogy nem lesz ott, és akkor azt se látod, hogy nézett ki legalább az anyja. Tehát azt például el is lehet felejteni kapásból, hogy az apát lehet. Szóval, no. Meg hát egy csomó más sztori is ebbe bejátszik. Az első videóban is elmondtam, hogy alapvetően a kankölyköket hagyják életben, a szukákat meg szépen lefolytják, úgyhogy ha valaki szukára pályázik, akkor eleve kevesebb lehetősége van. Már pedig egy tenyésztő azért inkább, hogy mondjam, tehát
hogyha szukát visz, abból nagyobb eséllyel tud kontrollt gyakorolni a fölött, hogy abból azt továbbadja a gényeit, mert egy kant szép és jó, hogy van egy kant, de azt másnak kell választania azt a fedezőkanként, mint ahogy én is a menedzsi kanomat várom, hogy valaki válassza a fedezőkanként. Oké. Okay. Ami az időnk kezd lejárni, amit szerettem volna elmondani még az első videóban nagyon szigorú voltam, de nem bánom, mert azt gondolom, hogy ez a realitás, amiket ott elmondtam, az az avakról, a fajtáról, és milyen velük együtt élni. És lehet, hogy el is ijesztettem sok embert, és most tudatosan, aki erre kíváncsi és nem hallgatta meg, az hallgassa meg azt a megélésemet, amit ott az első videóban elmondok. Amit viszont most nagyon szívesen elmondok, az az, hogy egy igazi ilyen lélektől lélekig való kötődés, és egy ilyen művészi, transzcendens kutya-gazda kapcsolat van ez az avakkal. Ez szavakkal nehezen leírható, ezzel megpróbálom. Nézzétek, az pedig meg az embernek, a lelki alkatának a kérdése, hogy mit szeretne belátni ebbe a fajtába, vagy mi az, amit elvár tőle, és mi az, ami vonza. De általában elmondható az, hogy az egyéniségek, akik maguk is szeretik a domináns, vagy hogy mondjam, az ilyen öntörvényű emberek, akik gyakran művészi hajlamúak, akik szeretik, értékelik a szépet, a harmóniát, külsőre is, meg a kellemet, a szépséget. Ez mind tudja adni az avak. És az csak egy plusz, hogyha még használható is valamire a kutya. Tehát azt gondolom, hogy az avak ez arra való, hogy nekem legalábbis arra való, hogy egy esztétikai gyönyörűséget adjon, egy élményt adjon, egy levegőt szívni velük. Szerintem ezt sokan értik, akik a garasok, ezt nem is magyarázom hosszabban, tehát hogy mire lehet még használni, és akkor itt válaszolok is például a kérdésre, hogy milyen sportban látnánk szívesen a kölyköket. Konkrétan ezeket a félafrikai kölyköket nagyon tudom ajánlani mindenféle futós dologra, tehát curlingre, vagy pályaversenyre, mivel az anyjuk egy anatómiája az ebben az esetben előny, hogy egészséges, tehát gyönyörű, nagyon normálisak a szögelései az inajának. Egyébként ő is magasabb, mint amilyen hosszú, az arányai neki is rendben vannak. Nekem van egy segbén a telefonom, aminek a kamerájával nem tudok jó fotókat csinálni, de el lehet hinni, hogy az arányainak is rendben vannak. Viszont nincsen, tehát mentes az extremitástól, és esélyes az, hogy a kölykök pedig egy ilyen nagyon szerencsés arany középutat fognak anatómiailag megtestesíteni, hogy ötvözni fogják az anyjuknak az egészséges vonásait, tehát a szögelések rendben lesznek, és ugyanakkor pedig szemedgyönyörködtető, elegáns, exkluzív kutyák lesznek, mint az apjuk. Viszont azt gondolom, hogy ezt nyilván nem tudom garanciába adni, de nagyon esélyes, hogy nagyon jó futók lesznek. Az inaja egy nagyon pörgős, nagyon kis golyó kutya, és ebben lehet. Ami hihetetlen, de agility-ben is például egy amerikai csaj, az agilitizik az avakkal. Most is a videó előtt 10 perccel láttam az egyik videóját, úgyhogy agilitire is lehet őket befogni. Úgyhogy sportul ennyi. És hát aki még ami pozitívum, amit nagyon szeretnék átadni, vagy a szívem mélyéből mondani, hogy aki tőlem vesz és kap kölyköt, az részesedik ebben a vízióban, ebben a látásban, amit itt az első videóban is, meg most is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog, hogy tudtam hozni Afrikából két kutyát,
és úgy tűnik, hogy bezárult ennek a lehetősége, nem lehet már Nigerbe utazni, vörös zónás országá lett nyilvánítva a Niger, de ha lehetne is, ki az, aki kockáztatná az életét. Úgyhogy most van esély, most van lehetőség arra, hogy 50%-ban afrikai vérrű az alakod legyen, hogyha ez az álmod, és ez egy vízió, ez egy misszió, amiben partnernek keresem azokat, akik a gazdái lesznek, és szeretném, hogy mutassák őket, és aztán minden erejükkel azon legyenek, hogy ők is át tudják adni a gényeiket, a kanok, én pedig a szukával azon leszek a levesillámmal, hogy szintén tenyésszem majd, és utána pedig. Most onnantól meg már könnyű, idézőjelben, mert mondom, az F2 generációban már teljesen egyértelműen lehet villogni, mert gyönyörű kutyák lesznek kétség nélkül. Most még el lehet hordani a hegyet, meg lehet viselni a kevésbé dicsőséges pillanatokat, meg lehet viselni a kritikát. Ez egy ilyen, ez a show business. Ja. Jó, van-e még kérdés? Mert egyébként azt hiszem a mondandómnak a végére értem. Úgyhogy ilyenek vannak. Megmutatom újra a kölyköket. Lehet is veszik. Nem veszek ki, mert olyan szépen alszanak, mint a tej, hogy ilyenkor nőnek, úgyhogy ebben nem szeretném őket megzavarni. Jó, ha megdobbant a szíved az egyik kölyökre, akkor írj rám. Ha pedig nem tudsz eleget hallgatni engem, akkor vasárnap angolul fogom ezt, vagy hasonlókat elmondani. Arra is szeretettel várok mindenkit. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!